Szerbusztok! Magyarországról jelentkezünk a Hungaroringről. Azért vagyunk a mai napon itt, hogy egyik barátunknak teljesítjük a kérés kívánságát. Mihely Csaba minket megkeresett a Zapro Jazz Club tagjaiként, hogy az egyik barátjának 40. születésnapja volt, és szeretném meglátni őt egy Zapro Jazz tesztvezetéssel itt a Hungaroringen. A mai nap ezért jöttünk ide, 2 darab Zapro Jazzet hoztunk ki, és a két kollega ugye megy a Hungaroringen egy-egy kört, csak hogy meg tudják tapasztalni a Zapro Jazznek a vezetési élményét, illatát és mindenféle egyéb nyalánságait. Szerbusztok, hagyd legyen már egy gyors kérdésem hozzátok. Levehetett nyugodtan a maszkot, hogy a haverom beteg, és szeretném mutatni, hogy mik történnek. Csak aha. Egy gyors kérdés. Először vagytok itt a Hungaroringen? Vagy... Először, igen. Igen. Mi a cél, amiért jöttetek esetlegesen? Lehet tudni? Hát nekem az a célom, hogy a haverom egész pontosan 25 éve volt neki egy nagy álma, és szeretett volna egy autót venni. Egy Zaporozsecet, mert meglátott az újságban. Zaporozsecet? Igen. És hát nem teljesült ez az álmunk, tehát elmentünk, megnéztük az újsághirdetést, hogy megnéztük magát az autót is, de amikor odaértünk, olyan rossz műszaki állapotban volt, hogy egyszer nem tudtuk elhozni, és kiderült, hogy nem lehet jobbra kormányozni, és ugye még akkor letettük az asztalra a térképet, és megterveztük, hogy hogy tudnánk hazamenni, hogyha csak jobbra lehet kormányozni, de aztán hát megszavaztuk közösen, igaz Zoli, így volt. Ugye, igen. Ez nagyon szép. Na és igen. Hát ez egy nagy vágyunk volt, hogy egy Zapro Jazzet, hogy vegyünk, mert 16 évesek voltunk, nem volt még autónk, és akkor még ilyeneket is kitaláltunk, hogy majd terepre használjuk, és akkor kivegyünk a szántóföldre, de hát aztán, na, az lett végül is a közös megegyezés, ugye miért nem vettük meg? Annyira rossz állapotban volt, vagy volt? Hát igen, még kiderült egy-két hiányosság az autónak. Igen. És most úgy gondoljátok, hogy akkor ez valószínűleg álmatok vágya, hogy... Én reménykedem, hogy itt a Hungaro... Csak reménykedem, hogy itt a Hungaroringen... Semmit nem tud? Ez teljesülhet, ez a vágyunk. Remélhetőleg egy olyan Zapro Jazzet tudunk vezetni, amit csak balra vagy jobbra kanyarul. Igen. Hát, hogy itt a Hungaroringen elég sok kanyar van, azt gondolom, hogy csak jobbra, csak balra, mindenféle irányba kell menni majd. Egyébként 40 évesek vagyunk, ez itt a pólomból is látszik, és ez egy születésnapi ajándék lenne, hogy megpróbáljuk, hogy hát a teljesülhet ez a 25 éve elhangzott vágyunk. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy akkor egy picit már én is sejtettem erről a történetről. Szerintem sétáljunk el abban az irányba, és nézzük meg, hogy találunk-e való esetleg egy Zapro Jazzet. Szerintetek? Zoli, szerinted találunk? Merre lehet, Zoli, segítsen? Ez esetleg, ez... Majdnem. Ez nem. Majdnem. Mondjuk van itt egy letakart autó. Nem tudjuk a gazdáját. Gyanús. Gyanús? Gyanús. Figyelj, akkor megkérlek, hogy... Valahogy ezt a próbálát ráncsuk le róla. Hát, ez az lesz. Ez pont az, amit annak. Zoli, ugye pont ezt nézsz fel, kassa a hirdetésbe? Na, ez nagyon fontos információ, a színe is ugyanilyen volt. Nos, milyen meglepetés? Zoli? Szerinted? Nagyon jó viszont látni. Kicsit jobb állapotban van, mint amit annó venni akartunk. De... És hát ugye ez volt nekem a stressz, hogy annó ezt mi terepen akartuk ugye kipróbálni, de most hát én úgy voltam, ami kultúráltabb körülmények között kéne, hát szerintem ennél jobbat nem lehetne találni. Ez azt gondolom, hogy nagyon jó kis program. Hát ez ilyen jó fejemberek kellenek, mint akiket majd később bemutatok. Tehát ez nekem most egy óriási nagy dolog, ezt valahogy szeretném is meghálálni. Ezt ilyet nem szervezel, tehát azon, hogy Trabantot tudsz bérelni, de Zapro Jazzet azt nem. Ez ritka, nézze. Így van, ez nagyon ritka. Jó, tehát ezt tudjad, hogy ilyet így nem lehet, így átlag ember ilyet nem tud. Majd, de utólag majd ezeket elmondom. De... Azt hiszem, a kollega egy kicsit könnyezik. Igen. Vagy csak melege van. Igen. Zoli, az, te most vírusosan vagy otthon, azzal szeretnénk vigasztalni, hogy majd valamit még kitalálunk, mert ezek a srácok itt nagyon jó fejek, és felajánlották, hogy majd ezt valahogy majd meg is sétek, majd más körülmények között persze,
Így van, tehát hogy az téged ne akadályozzon abban, hogy most éppen nem tudsz Zaporozsetet vezetni. Mondom, én felajánlottam itt a Csabának, hogy kigyógyulsz a betegségből, találunk egy ugyanolyan hétvégét, egy alkalmat, ahol bárhova el tudunk menni vezetni, és nyugodtan lehet használni az autót, ki lehet próbálni, és remélem bele is szerettek. Igen, egyébként vezetni még nem sikerült. Tehát vezetni még egyikünk sem vezetett Zaporozsetet egyébként. Pont itt lesz az alkalom. Nem jutottunk el addig a pontig. Trabantot, igen. Tehát így képzeljétek el neked, hogy 16 évesen ott voltunk. Mindannyian az volt az álma, hogy vegyünk egy autót, de még nem volt jogsink se. És hát le akartuk rakni a lehető leghamarabb, 16 és fél évesen. Ugye Zoli, vagy hogy lehetett leghamarabb? Vagy 17 évesen? Igen, és akkor ez lett volna a kezdő autónk. De aztán, olyan állapotban volt, hogy kinyitottuk a motorháztetőt, és akkor mi volt, hogy ott tiszta hó volt, és akkor mit láttunk a motorháztetőben, arra még emlékszel? De nagyon rossz állapotban volt. Valami nagyon gyanúsat, valami kályhacsővel volt ott megoldva valami, nem tudom, tehát élvezélyesnek tűnt. Ugye az a motorja az Zaporozsetnek a T72-es, vagy ott nem tudom valamelyik, illetve hátul egy olajkályha van benne, tehát fűtésként az olajkályha szolgált, amit az meg kell tölteni olajjal és úgy. Picit akkor szeretnék pontosítani róla. Jó, tehát ez egy T-Fit, hogy harckocsi önindítómotor volt benne. Ez egy szóbeszéd, így van, ez egy T-Fit. És az olajkályháról viszont annyit, hogy benzinkányha, tehát olajnak hívjuk, oké, benzinkányha az autóban előhelyezkedik el. Ennek egyetlen egy hátránya van, ez ha bekapcsolod, olyan meleg van az autóban, hogy nem bírsz megmaradni. Ez csak fűt, ez konkrétan csak fűt. Ez. Úgyhogy lehúzott ablaknál fűtés bekapcsolod, és akkor nagyon meleg van. A motor meg hátul, így van. Tehát egy V4-es 1200 köbcentis motor van benne, 45 lóerővel. Azt gondolom, hogy... A Hungaroringen ez az autó már szerepelt, már voltunk a Hungaroringen rajta különben. Lehet neki nem, idezőjelben nem orrba szájban nyomni, ugye, de figyelj, 100-110 km a sebességet azt gondolom, hogy bírja. Még itt a Hungaroringen is, arra a kis időre, amit erre rászántatok. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó kis meglepetés volt nektek. Igen, hát köszönjük, még most jön a java, úgyhogy mindenképpen most először is megpróbálunk egy kicsit tárgyalni, hogy esetleg nem lehetne két autóval bemenni, de majd akkor... Zoli, majd ha akarod, akkor közvetítjük a továbbiakat, jó? Most egy kis adminisztráció következik. Jó, okay. Hát szuperek jó. Vagytok. Na, akkor örülök még neki. Visszahívjálak egyszer? Visszahívjálak? Oké, okay, jó van, na akkor majd hívlak. Na, köszönjük szépen! Sajt, még egy kis bemutatót esetleg a mindenféleképpen. Hogy a sebességváltó az például. Nyugodtan nézzétek át az autót. Még a téged a gázgázban. Picit járásul a motor. És nem meg majd. Mindenképp. Ahogy gondolod. Ezt csak ide kell tenni konkrétan. Be lehet csatolni ide, hogyha arról van szó. Megnyomod, becsatolod, lenyomod. Jó, én azzal félreállok, jó? Jó. Jár a motor? Jár, várja. Hallod? Ugye itt az egy. Készítsék. Menjek előre meg. Itt menj le arra is egy kör. Ott is volt egy. Igen. Valami. És most ez az autó, ez ki ér, Csabi? Ez van egy Zaporozsec klub. És mindegyik, aki a klubnak a tagjának van kocsia. Tehát ez az országos Zaporozsec klub egyik tagja volt, akivel beszéltünk. Most amúgy kamerán is rajta leszünk, majd GoPro-val mindennel véve lesz. Aha, te Karsens fordul balra? Igen. Merre megyek itt? Hát majd menj le a placig és nyere vissza, fordulj majd vissza. Nem szervófékkel van azért. Na megyek. Lehet, hogy ez a pályának bőven elég. De jó.
mennyi kormány jött? 25 éve ez lett volna. Kellemes. Vékony kormány. Nagyon nagy. Fék az fura. Az a legfurább. Azért az érdekes lenne, hogy te most a Ferrari közé kimennénk ezzel. Pedig ez lesz amúgy. Ha már ezt tervezi, 250 nem lenne. De jó, nem. Jól vezetem? Jól, teljesen. Na, egy szedd el vissza, mert menni kéne a pályára. Nézőként már volt itt, de azért belülről egy kicsit más átérni. Én oda kell a sorba beállni, most már látom. Jön a srác is. Ez, Zoli, ez van mögöttünk, csak lássad. Látvány. Innen csak a muszka pályára. Igen. Na, mutatom. Nézd, milyen autó van előttünk. Eddig rosszul volt a kamera, basszus, de miért nem szóltam rá? Na. Nem baj, majd láttam mindent. Ezzel ki lehet menni? Ki lehet. Igen, ez elég lassú autó. Lassú csapat, nem probléma. Nem veszélyes rá. Jobbra tartsatok javarészt inkább akkor. Jobbra tarts. Nem veszélyes, hogy ilyen gyors autó is van? Akkor veszélyes, hogy tovább. Ha ez a kérdés, akkor az. Ajándékba kapta, aztán most azért. Hogy nem lesz probléma. Figyelj, vissza pillantolt hirtelen irányváltást, azt ne csinálj. Menet közben csak résnyire lehet lehúzva az ablak. És kimenetnél ugye jobbra tartsatok az egyes kanyarig. Azt követően meg jó szórakozást. Köszönjük. Csapatok nem beszél? Nem beszélyes, mert mondom, hogy szét fog szóródni, hát nem tudod, milyen nagy ez a pálya. Igen. Jó. Figyelj, a harmadikban
60-ig lehet húzatni nyugodtan, hogyha úgy érzed, hogy nem megy az autó valamiért. Tehát bátran, jó? Nyugodtan. Akartok inkább ti előre menni? Nem, menjél csak nagyon nyugodtan, jó? Nem csak, hogy merre Mindig a jobb szélén menjünk oda, biztos szerintem. Majd én mondom, mert én megnéztem YouTube-on a pályát. Mert én tudom, hogy van a pálya. Melyik kezdődek azt, hogy... Semmi van el, nem tud történni. Jó, csak Zoli, nézd meg, itt 300-an mennek előttünk, mi meg egy olyan autó, ami 80 a... De ki fog kerülni? Hát ezek profik, akik ide jönnek.
sebességet a box utcába. 70-es gombot megnyomtam, Zoli. Nem akarod túl gyorsan mozdulni. Fog vissza a lóerő kereszt. Vissza kell fogni az autót, mert nagyon menne. Szomorú is vagyok amúgy, tehát ez nagyon rossz helyzet, hogy nem tudtál jönni, de... Szerintem ennyi elég volt ez, de nagyon nagy élmény volt. Igen. Megállunk. Miért most nem tudom berakni? Mert jó. Oké. Mi ez a bújjel? Zoli, ezt akartam akkor mutatni. Köszönjük Csabikám, nagyon fata volt. Oké, na jó, hogy ezért bekapcsoltál, szóval. Itt vagyunk a Hungaroringen, a két Zaporozsec megérkezett a pályáról. Szeretném megkérdezni a srácokat, milyen élmény volt számotokra vezetni az autót? Hát óriási élmény volt. Egyrészt azért, mert ugye egy régi álmunk valósult meg. Másrészt meg hát fantasztikus dolog itt a Hungaroringen autót vezetni. Egyébként az autó maga is nagyon jó ment. Kicsit vigyázni kellett, mert azért a pályán Lamborghini, Ferrari meg Porsche között mentünk. Teljesen nem tudtuk felvenni velük a versenyt, de azért igyekeztünk. Néhány előzést azért megpróbáltunk végrehajtani. A kocsi nagyon jó vezethető. A fékre kellett nekem figyelni, mert ugye azért ez nem szervófékes. Így van, a négy dobfék az nem úgy áll meg, ahogy szeretnénk. Teljesen más. Hát azért a féktáva ennek azért elég komoly. A kormányzás az ugye hátul van a motorja, tehát könnyen vezethető. A sebváltás is teljesen jól meg lehetett szólni, meg nagyon jó hangja volt. Tehát az élmény az hozzájárult, hogy tényleg írtatlan hangja van a kocsinak, tehát jó érzés volt ebből a szempontból menően. A kollega az anyósülésen? Én is nagyon élveztem, tehát nagyon jól belejött a srác, és hát igazán vagy utólag örülök azért, hogy nem terepre használtuk ezt az autót is, mert lehet, hogy öreg autó, de erre is azért ugyanúgy vigyázni kell, úgyhogy ez, szerintem jobb is, hogy annó ezt nem vettük meg, és így teljesült. Úgyhogy én minden tekintetben nekem ez egy óriási élmény volt, tehát így ez a sok minden így együtt, tényleg, hogy a Hungaroring, meg az, hogy vezettük végül ezt az autót, amit akartunk régen. Úgyhogy hát nagyon köszönöm nektek, hogy ez létrejöhetett, úgyhogy meg vagyok egy kicsit hatódva. A haverom is meghatódott egyébként, ezt tudni kell, aki ugye nem tudott eljönni a betegség miatt. Úgyhogy hát nagyon köszönjük nektek, csak így zárszólag. Köszönjük szépen a lehetőséget. Nagy, tényleg, ez egy óriási lehetőség volt. Igazából így utólag azt mondtam, hogy jobb dolog ezzel végig menni, mint most, hogy mondjuk egy Porsche-val mentem volna végig, mert egyrészt van egy ilyen régi története is ennek a dolognak, meg azért ez egy különleges dolog. Tehát, nagyon szépen köszönjük. Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Úgy látom, hogy nagyon nagy élményt nyújtott ez nektek. Ha máskor is, vagy bármikor szükségetek van hasonló élményekre, nyugodtan keresetek minket. Karcsi voltam, minden jelentkeztünk Magyaródról, a Hungaroringről. Két kollégának sikerült a 40. születésnapját megünnepelni, mint meglepetés. Kettő darab Zaporozseccel indultak itt a Hungaroringen. Elég szépen végig futottak a pályán, úgyhogy ezúttal is remélem, nagy örömet okoztunk nekik. Köszönjük szépen!